Vince napon Túrú Lajos szőlészetét látogatták meg a királyholmi borászok. A termelő elmondta, nagyon elégedett volt a tavalyi terméssel, reméli, idén is hasonlóan jó lesz a szüret. Eddig jó a szőlővesző, nincsen semmilyen fagykár rajta, de hát éveken visszamenőleg mindig úgy volt, hogy a március-április, akkor jönnek egy fagyok egy jó idő után, amikor megindul a szőlő, az a fagy legveszélyesebb. Királyhalom nagy borkultúrával rendelkezik. Már a 19. század végén sokan foglalkoztak szőlészettel, mondta Pap Ferenc, aki az Északbácskai falu legidősebb borásza. Én nem látok semmi különbséget a bor minőségében az akkori borok és a mostani borok között. Azzal, hogy most már vannak újabb fajták, és próbálják őket így házasítani, úgy házasítani. Abban az időben, ha kövidink, az kövidinka volt. Ha rizling, az rizling. Ha ezerjő, az ezerjő. A hagyomány szerint Vince napján a szőlőtermelők ellátogatnak egymáshoz, és szőlővesszőt vágnak, melyből megállapíthatják azt, hogy érte el fagykára szőlőt. Ez a hagyomány, ez itt nálunk Királyhalmán ellaposodott visszamenőleg 20-30-40 évvel. Valószínűleg azért is, mert nagyon kevés szőlőültetvény volt, ugyanis a szőlőültetvényeket ott a 60-as, 70-es években mind kiszedték, és almát ültettek helyette. A meccés mellett borral is meglocsolták a tőkéket, hogy bőséges legyen a termés és a jövő évi bormennyiség is.